Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 9-én új hold van, azon kívül egy portálnap. Ezen az estén tartok egy szertartást, és összefűzöm az új holdat a portál nappal. Tehát nem külön tartom, hanem egybe tartom ezt a szertartást. Hogy miről van szó? Erről beszámolok ebben a videóban. Ha érdekel ez a szertartás, e-mailen keresztül jelentkezhetsz. Az energiai egyensúly az 4000 forint, a szertartás este 11 órakor kezdődik. Tehát február 9-e az egy új hold. Mit jelent egy új hold? A nap és a hold találkozik. A hold nem látható, hiszen a holdnak nincs saját fénye. A hold a fényt a naptól kapja és sugározza felénk. Ebben az esetben, amikor ők találkoznak, akkor a nap nem tudja megvilágítani a holdat, számunkra nem látható. És pontosan ez az energia. Legyünk visszahúzódóak, meditáljunk valami felett, tűnjünk el egy kis időre. Nem kell az, hogy most láthatóak legyünk. Miután ez az új hold elmúlt, kezdődik a növekvő hold fázis. És akkor indíthatunk majd valamit. De ezen az új hold napon jobban tesszük, ha visszahúzódóak vagyunk. Az indiai számítás szerint ez az új hold a bak jegyében van. Ez egy más számítás, mint a mi általunk ismert asztrológiánál, de ez egy nagyon precíz számítás. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy én korábban a mi általunk ismert asztrológiával dolgoztam, de áttértem az indiai asztrológiára, pontosan emiatt a számítás miatt, mert ez nagyon precíz, és ugyanaz, amit az asztronómusok is közölnek. Utána nézhettek tulajdonképpen. Tehát ez szerint a számítás szerint az új hold a bak jegyében van. Itt fontos, hogy legyenek célok. Legyen kitartás, hogy elérjük ezeket a célokat. Egy új hold jelenti a meditációt, a visszahúzódást, tehát gondolkodjunk ezen a napon el, hogy milyen célokat szeretnénk elérni. Miután a hold ez az új hold elmúlt, utána indíthatunk. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett holdházak. Ez az új hold a Danista holdházban van, ami azt jelenti, hogy mennyire fontos, hogy legyenek sikerek, legyenek jó kapcsolatok. Ebben a Danista holdházban a Mars uralkodik, itt a Mars bolygó energiája ki tud bontakozni. Ez jelenti az életerőt, vagy a férfiakat is jelentheti, hogy oda kellene befektetni most az erőnket, ami sikerekhez vezet, és nem szabad feladni. Azon kívül jelent kapcsolatokat is, arra is utalhat, hogy ez a férfi keresi veled a kapcsolatot. Ezen a napon, február 9-én Merkur bolygó és Jupiter bolygó nem túl jó kapcsolatban van egymással. Erre azért figyelmeztetlek benneteket. Ez lehet egy kihívás, ezek lehetnek viták vagy veszekedések, igazságtalanságok, ez lehet egy bírósági ügy is. Vagy utalhat a politikai eseményekre is, hogy itt most vannak bizonyos tárgyalások,
nem mennek tovább a dolgok, minden olyan igazságtalannak tűnik. Viszont ez elmúlik, hiszen Merkur bolygó gyorsabban mozog, mint Jupiter bolygó, és kilép ebből a rossz kapcsolatból. Ami bennünket, hölgyeket illet, és ami a szerelmet illeti, van egy nagyon jó hatás ettől az új holdtól. Ez az új hold a bak jegyében van az indiai számítás szerint, és Vénusz bolygó eszerint a számítás szerint a nyilas jegyében van, és ezek szomszédos jegyek. Az új hold ugyanazon a fokon áll, mint Vénusz bolygó, itt van egy fél szextil kapcsolat, ami előnyös, ami szép, ami jó, mint jó szomszédoknál. Amikor ismerjük egymást, megvan a bizalom és egy jó kapcsolat. Ez kihat vagy a szerelemre, vagy kihat ránk, hölgyekre, hogy itt lesznek most jó kapcsolatok. Ezen a napon, február 9-én van ez a portál nap, amikor kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ez a maja naptárból van, ez a forrás. A maja naptárról beszámolok naponta, függetlenül a portál napoktól, tehát naponta beszámolok a Facebook oldalamon. Ha érdekel ez a naptár, ott utána nézhetsz, megtalálod Dendera Susanna Medici néven. Tehát ez a portál nap azt jelenti, hogy a mi földünk kapcsolatban van a plejádokkal. Ez egy finom, isteni energia mező, aminek van gyógyító hatása. És kinyílik egy kapu az égi hatalomhoz, kinyílik egy kapu a spirituális területre is. Mint említettem, ezt a maják számították ki, és összefüggésben áll a maja naptárral. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám, vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart. A majáknál a 13-as szám az egy olyan misztikus szám volt, és ők úgy gondolták, ez a 13-as szám szerencsét is hoz. Egy hullám 13 napig tart. Ez olyan, mint nálunk a hét. Tegnap, tehát február 8-án indult a hatodik hullám. Ezen a napon volt az első nap ebben a hatodik hullámban, ami eltart február 20-áig. Utána indul majd a hetedik hullám. És ez az új hold, ez a portál nap február 9-e, ez a második nap ebben a hatodik hullámban. Itt lesznek kapcsolatok, itt lesznek szerződések, itt vannak emlékek a múltból. Az is lehet, hogy valaki gondol rád, visszatér hozzád a múltból. Vagy te keresed valakivel a kapcsolatot. Amikor elindult ez a hullám február 8-án, akkor azon a napon Kimi uralkodott, és ez a Kimi, ez elkísér bennünket az egész hullám alatt. Elkísér bennünket február 20-áig. Ez jelent egy égi hidat, a kapcsolatot az égi hatalommal, de ez a hét kihat a hétköznapjainkra is. Jelent egy átmeneti időszakot. Amikor az egyik partot elhagytuk, a másik még nem látható. És ez az energia
elkísér bennünk február 20-áig. De ebben a maja naptárban minden nap van egy más szimbólum is, tehát ez még hozzájön ehhez a kimi energiához. Február 9-én ennél a portál napnál, ezen a napon Manik uralkodik. Manik lefordítva egy kék színű kezet jelent. A kék szín az lehet az ég is, a felhők, de jelenti a víz elemét. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. Itt kezünkbe kell, hogy vegyük a dolgokat. Itt lesznek kapcsolatok, lesznek emlékek a múltból. Valaki gondol rád, visszatér hozzád, vagy te keresed valakivel a kapcsolatot, és itt érzelmekről van szó. Lesz találkozás, amikor kéz a kézben majd tervezhetitek a jövőt. Az a fontos, hogy ez a kapcsolat meglegyen. De ezen a napon, tehát február 9-én gondoljunk arra is, hogy ez az új hold kihat most ránk, tehát legyünk inkább olyan visszahúzódóak, azért tervezzük a dolgokat, hogy legyen cselekvés, hogy legyen találkozás, hogy tudjunk érzelmekről beszélni. Persze arra is gondolni kell, hogy Merkur bolygó most nincs jó kapcsolatban Jupiter bolygóval, és ezen a napon lehetnek feszültségek, vagy viták, félreértések, tehát jól át kell gondolni a dolgokat, de ha ez az új hold elmúlt, akkor tudunk majd cselekedni. És február 20-áig még egy átmeneti időszakban ezen a hídon vagyunk. A téma ennél a szertartásnál, hogy legyenek konkrét tervek, legyen meg a bizalom, a kitartás, a türelem, hogy észrevegyük azt, hogy egy átmeneti időszakban vagyunk, de valaki közeledik hozzánk a múltból, lesznek kapcsolatok, lesznek bizonyos szerződések, és így aktuálisan érzelmekről van szó. Vénusz bolygó nagyon jó hatást kap az új holdtól, itt van a bizalom, a megértés, a közeledés. És ez fontos, hogy legyen gyógyító erő, hogy áttegyük magunkat a félelmeken, hogy legyen egy közeledés, egy terv, és legyünk nyitottak érzelmekről is beszélni. Ez volt a felvétel. Örülnék annak, ha leírnád a véleményedet a kommentárba, vagy ha tetszett ez a felvétel, akkor lájkolhatod, vagy feljelentkezhetsz a csatornámra, meglátogathatsz a Facebook oldalon, ebből kettő van, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. Ennek nagyon örülnék. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!